Sziasztok! A mai műsor első fele azoknak a fiúknak és lányoknak fog kedvezni, akik szeretik a motorokat, illetve az autókat. Ugyanis Makón ma került megrendezésre az évadnyitó, tavaszi évadnyitó autós-motoros felvonulás. Oda megyünk most. 9 órára van hirdetve a gyülekező, most pedig, ha jól gondolom, akkor olyan 9 óra környékén járunk. Tehát itt vagyok elég egész időben érkeztem. Lehet, hogy még nem nagyon vannak, éppen még látom, hogy most gyülekeznek itt az emberkék. Tehát lekésve semmiről sem vagyunk. 20 minutes later. Itt néhány ilyen régi katonai rádiót, nem tudom, esetleg egy-két pillantást érdemes rájuk vetni. Ezek működnek, igaz még? Ez mind működik? Ez szól pont. Ott van a rádió. Ez még működik és szól. Ne kell gecsből. De mit hallok rajta? Hát most ott... Várjál. Befogjuk a makói rendőrség? Azt mi? De be lehetne. Ebben most már egyáltalán nem lehet így rádiókkal fogni a makói. De lehet, hogy elrontottam, arrébb állok, hát valamit fog. Nem tudom, miért nem csipogok, hogy így van. Nem tudom, miért csináltál neki. Eltekeltem, most már nem csipogok. Ez egy ilyen transzisztor féleség? Vagy ez? Elektronikus. És ez mit tud? Mert én nem értek hozzá. Egy kilowatt. Annyi a nagy osztás sajta. Jól eltekelted. Hát itt nézed a futóskálát. Rádió. Ja, ott az a rúdon? Igen, az. És ezeket régen hol használták a... Hát például, hogyha megnézed az egy potonait, oda is van ír, hogy igen, nem az ellenség lehallgat, hogy tudjuk. Ja! Igen, most már látom. Ezt jó, ha megjegyzitek. Hogy az ellenség lehallgathat. Hát, akkor a rádió, hogy a katona tudja, hogy azért más is. Kódoltan, tessék forgalmazni. Meg hát nem szabad mindent kifecsegni. Hamarosan itt ebben a sok járművel be fognak állni sorba, és Makó utcáin fölvonulnak. Ha jól tudom, akkor itt a hátam mögött lesz a rajt, és erre az útra fognak itt végig felsorakozni ezek az autósok és motorosok, és tesznek egy jó nagy kört itt a városba. Úgy gondolom, hogy jönnek. Ez jó hangos!
Hát ennyi lett volna a kis rövid összefoglaló az autós motoros felvonulásról. Ez itt a te poharad. Az a Zobi poharak? Uh-huh. Igen, úgy kell belőle inni. Csak talán fordítva egy kicsit. Szofi. A múlt héten két edzés is elmaradt, úgyhogy most igyekszem bepótolni. Marosparti projekt, hogy kitérkövezzük a Marosparti nyaralónak az oldalát. Majd kint vagyunk, akkor majd megmutatom. A lényeg az, hogy most itt van egy csomó ilyen kő. Ezt a sok követ fel kell pakolni erre az utánfutóra, és le kell vinni a Marospartra. Szóval itt látjátok a hátam mögött ezt a részt itt végig, arra. Ez lesz kijárólapozva, és ehhez kellett ez a sok járólap. Jó, izomlázom lesz holnapra, az biztos. Nem baj, majd holnap reggel ledolgozzuk, úgyis edzős nap van. Fáradt is vagyok, éhes is vagyok. Ennyi volt a mai vlog. Ha tetszik a vlog, akkor ne felejts el feliratkozni, hogy ne maradj le egyetlen egy részről sem. Köszi szépen a figyelmeteket, sziasztok! Azt a mi van itt a hálószobában? Ott egy pók. Ez egy nagy pók.